Ahogy közeledünk a húsvéthoz, egyre feszültebbek az evangéliumi részletek, egyre többször kerül Jézus olyan helyzetben, ahol már-már majdnem elfogják, már majdnem megölik, már majdnem megkövezik. Én azt gondolom legalábbis, ahogy körbenézek a saját életemben és a körülöttem levőkében, hogy a húsvéthoz közeledve mi is egyre feszültebbek vagyunk, egyre több probléma kerül elő, egyre több veszekedés, egyre több feszültség. Egy kicsit talán úgy vagyunk itt ezen a Szentmisén, mint ahogy ezek a zsidók. Itt állunk, köveket fogunk a kezünkbe, amiket rá akarunk dobni az Istenre. Ezek a kövek pedig a körülöttünk lévő emberek. Változtasd meg azt az embert, hallgattasd el ezt az embert, miért tud engemet bántani az a másik, térítsd meg őt, javítsd meg őt, csinálj vele ezt, csinálj vele azt, én már nem tudom tovább elviselni. Akár legyen az egy főnök, egy férj, egy gyerek, egy szófogadatlan, nem tudom kicsoda, egy kollega. Nagyon-nagyon sokszor vagyunk így, amikor feszültek vagyunk, hogy az Istenre szeretnénk visszadobni a körülöttünk lévőket. Minek alkottad ilyennek? Miért nem lehetett volna egy kicsit szeretőbbre vagy megértőbbre csinálni ezt az embert? Mert a Biblia és az ókeresztények nagyon-nagyon sokszor beszélnek arról, hogy az egyház élő kövekből épül fel. Ezek a kövek pedig mi vagyunk. És nagyon könnyű azt mondani, hogy én jó vagyok, én beilleszkedek, én igyekszek, én imádkozok, stb. Az a másik gonosz ez miért teszi velem? Néha úgy érezzük magunkat, én legalábbis biztosan, mint Jeremiás próféta, aki úgy panaszkodik, hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek föl, följelentjük. És milyen könnyű kétségbe esni, amikor halljuk, hogy milyen pletykákat mondanak rólunk, vagy milyen történetek keringenek. Mint hogyha tényleg körbe lennénk véve ellenségekkel. És Jézus ebben a helyzetben azt mondja, hogy annyi jót tettem veletek, melyik jó tett miatt panaszkodtok? Ez azért nagyon érdekes, mert az Isten nem tud egyszerre jó is lenni, meg gonosz is lenni. Mi tudunk jók lenni, meg gonoszok lenni. A gyerekeken mindig látom, amikor egészen kicsik, hogy ha megkérdezem őket, akkor mindig azt mondják, ó, én nagyon szeretem az anyukámat. És 10 percre rá meg azt mondja az anyukájának, hogy gyűlöllek, utállak, miért nem engeded meg, miért van így, miért van úgy. Mi képesek vagyunk erre, az Isten nem. Az Isten nem változik, csak jó dolgokat csinál. Ha észreveszem azt, hogy a természet szép körülöttem, és a természet szép körülöttem, miért feltételezem, hogy az emberek rosszak körülöttem? Hogy abban tévedett az Isten? Ha vannak jó napjaim, miért feltételezem azt, hogy vannak rossz napjaim is? Legfeljebb nem értem, hogy az Isten mit csinál velem. El se tudom képzelni, hogy hova vezetnek az ő útjai. És ezért az Isten ma arra hív bennünket, hogy ne dobjuk el tőlünk ezeket a dolgokat. Ne legyünk olyanok, mint ezek a szegény emberek, akik nem értették meg Jézust, és azt mondják, hogy káromkodsz, mert ebben a világban az Isten szeretete nem nyilvánulhat meg. Itt mi vagyunk, itt mi küzdünk, itt mi ítélünk. Az Istennek ehhez semmi köze. Mi legyünk inkább olyan emberek, akik azt mondjuk, hogy felajánlom az életemet, mutasd meg, hogy te valóban uralkodsz rajtam. Ha azt merészeljük mondani a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod, akkor ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy az Isten tényleg uralkodjon az életünkben. Tényleg megmutassa, hogy a konfliktusainkban, a nehézségeinkben, a fájdalmainkban is ott van az ő szeretete. Hogy azt mondhatjuk, amit Jeremiás proféta, hogy egyszerűen csak azt mondja, hogy seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és a szívek vizsgálója vagy, vagyis te minden ügyet legbelülről ismersz, te irányítod a világot. Engedd, hadd lássam, hogy miként állsz rajtuk bosszút.
És tudjuk a Bibliából, hogy az Isten bosszúállása azt jelenti, hogy a gonoszok fejére csupa jót adni. Mert az olyan, mintha marék parazsat adnánk a kezükbe, mondja a Biblia. A szeretet az Isten bosszúja. Engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút. És rögtön hozzáteszi. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat. Teljesen elfelejti a fájdalmát. Abban a pillanatban, hogy az Istennek ajánlja az összes nehézségét, vakságát, félelmét, rögtön megfordul a panasza. Elfelejti, hogy valami rossz történt vele, azt mondja, énekeljetek az Úrnak. Amit mi is teszünk, minden szentmisében azt mondjuk, hogy az angyalokkal és a szentekkel vég nélkül dicsőítsétek az Urat. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet, de nem csak a mennyet, hanem a földet is, amin én élek. Ezt a földet, ami itt van a lábam alatt, ami én vagyok. Körülvesz a te dicsőséged. Engedjük hát meg az Istennek, hogy megmutassa a csodatetteit, hogy közülünk ne kelljen elfutnia Jézusnak, ne kelljen kiszabadulnia a kezünk közül, hanem mi adjuk magunkat az ő kezébe. Tapasztalhassuk az ő gondoskodó szeretetét. Amen.